messenger csemege kukorica fajtánkat a fővetés végére, illetve a másodvetésre ajánljuk. Az érés ideje a leghosszabbak közé tartozik, 95 naposnak mondjuk, nyilván ez másodvetésben esetleg tud ennél több is lenni. A fajta kiváló növekedési erejű, nagyon jó koronagyökérképző képességű, nyári viharokat nagyon jó kibírja, nem dől ki, jó a szártartó képessége, emiatt nagyon jó lehet kombájnozni, jó a betakarítási lehetősége. Termőképességében a 63-65 ezres tőszámmal, ha vetjük, akkor remélhető a 200 mázsás, illetve annál esetleg bízunk benne nagyobb termésmennyiség. A kísérletek erre fognak majd rámutatni, hogy milyen tőszám mennyiséggel tudjuk optimalizálni a termésmennyiséget. A fajtának nagyon jó vírusrezisztenciája van. Jelenleg Magyarországon 4 vírus közül 2 vírus ellen rezisztens. Ez kiemeli a konkurens fajták közül is, főleg az idei levéltetű fertőzött évben ez nagyon fontos erénye vagy erőssége a fajtának. Ezen kívül jellemző még a fajtára a másodcsőképzés. Ez több fajtánál elő szokott fordulni, de a messenger szuperédes fajtán kifejezetten közel köti egymáshoz a második csövet is, ezért nagy valószínűséggel betakarítható, jó termésmennyiséget ad még az is, a plusz cső is. Az ipari termesztésben a másodvetésnek egyre nagyobb szerep jut, mivel a termelőknek a költséghatékony termesztés miatt fővetésben, borsó után nagyon alkalmazható, jól alkalmazható a szuperédes fajtáknak a vetése, ezáltal egy termésbiztonság és relatív jobb árbevétel remélhető.